A Kárpátok Eurorégió az elsőként megalakult szervezet, amely a korábbi keleti blokk országainak határmenti együttműködését fogja keretbe, több mint 14 millió embert és 140 ezer négyzetkilométert foglal magába az Eurorégió, azonban egy idő után a tagok közötti együttműködési készség már nem volt eléggé szoros, véli Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke. Az a kezdeményezés, amelyet a 2007-13-as ENPI projekt, az Európai Szomszédsági és Partneri Támogatási Eszközök igénybevételével elindítottunk, az pontosan abból indult ki, hogy nem lenne okos dolog, nem lenne célra vezető belenyugodni ebbe a helyzetbe, hanem mindenféleképpen ezt az eszközt revitalizálva, ezt a lehetőséget újjáélesztve olyan stratégiát alkossunk, amely kutatja azokat az okokat, azokat a problémás elemeket, amelyek elvezettek a mai állapothoz, és megtalálja a kivezető utat. És új célokat, új prioritásokat fogalmazzon meg, kijelölje azokat az első lépéseket, és az ezekre épülő új távlatokat, amelyek azt biztosíthatják, hogy a 2020-ig terjedő új Európai Uniós programozási időszakban, de azon túl is sikeres lehessen ez az egyébként rendkívüli európai regionális együttműködés. Négy ország, hat partner közös, több mint 520 ezer eurós fejlesztése volt a Határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok Eurorégió hatékony működtetésével című projekt, mondta a nyíregyházi zárórendezvényen Majorné László Brigitta projektkoordinátor. A Határrégiók fenntartható fejlesztését azonban nem csak a most záruló projekt, hanem más források, lehetőségek is segíthetik, emelte ki a stratégia megalakulását segítő irodavezető. Stratégiai időpontban vagyunk ezzel a munkával. Ugye ennek a központi eleme, ennek a közös projektnek egy olyan 2020-ig tartó stratégia megfogalmazása, amely nem csak hogy prioritásokat jelöl ki, de konkrétan már 46 darab együttműködési projekt is beazonosításra került. Ugye kérdés, hogy, hogyan valósulnak meg, ki fogja ezeket finanszírozni. Na, ebből a szempontból vagyunk stratégiai időpontban, hiszen a 2014-2020-as Európai Uniós ciklus ugye elindult, és ennek keretében számos transznacionális és határon átnyúló program érinti térségünket, mindegyik saját költségvetéssel. Kézi Béla hozzátette, ezekből már most 10 olyan fejlesztési projekt van, amely az Eurorégió területén jelentős költségvetéssel hamarosan elindulhat.